két héttel az esküvő előtt napozni, meg szoláriumozni az már egy tiltólistás dolog. Ezt nehezen szokták betartani egyébként a mennyasszonyok. Az esküvői smink kialakításánál én elsősorban mindig a mennyasszonynak az alapkarakterét szoktam figyelembe venni. Hogy mennyire bevállalós, mennyire vagány, mennyire sminkeli magát a hétköznapokban. Fontos továbbá az, hogy milyen színtípusba tartozik, milyen évszakot képviselnek az ő saját színei, mi áll jól neki. Továbbá fontos az, hogy magának az esküvőnek milyen lesz a hangulata, milyen lesz a dekoráció, milyen lesz a mennyasszonyi ruha, az ékszerek, kiegészítők, mennyasszonyi csokor, még a cipőre is rá szoktam kérdezni, hogyha esetleg ott valami extravagáns gondolata van a mennyasszonynak. Izgalmas lehet az, hogy milyen szertartás lesz-e fátyol, hogy milyen bőrtípusa van a mennyasszonynak, mert ez is nagyon fontos az esküvői előkészületeket figyelembe véve, hogy milyen előkészületekre van szükség a bőrével és a sminkjével kapcsolatban. Évszakokat tekintve fontos szempont a smink elkészítésénél, hogy nyári esküvők esetében oda kell figyelnünk arra, hogy mennyire izzad a mennyasszony, mennyire hajlamos izzadásra, illetve hogy maga a szertartás az mikor zajlik. Délben, délkörnyéki időben, esetleg esti órákban, mert a smink elkészítésénél nagyon lényeges az, hogy milyen alapra helyezzük föl a sminket, hogy ne izzadja le a mennyasszony, minél komfortosabban érezze magát. Egy téli esküvő tekintetében számomra a legfontosabb, hogy egy kellően hidratált és nem száraz arcbőrre kerüljön föl a smink, mert itt is az alap a legfontosabb, hogy minél tartósabb eredményt érjünk el. A mennyasszony a legtöbbet úgy tudja tenni a tökéletes smink érdekében, hogy felkészül esetleg egy kozmetikus bevonásával már hónapokkal azelőtt, hogy eljön az esküvő napja. Megfelelő termékekkel, megfelelő kozmetikai kezelésekkel előkészíti a bőrét, tehát igen, tud tenni annak érdekében, hogy még tökéletesebb legyen a sminkje. Az esküvőt megelőzően bizonyos kezelések, bizonyos beavatkozásoknak megvannak a határidejei, hogy mennyi időn belül már nem érdemes például elmenni szoláriumba. Tehát két héttel az esküvő előtt napozni, meg szoláriumozni az már egy tiltólistás dolog. Ezt nehezen szokták betartani egyébként a mennyasszonyok. Ugyanez vonatkozik a fogfehérítésre például. Tehát 4 héttel az esküvő előtt már érdemes túlesni egy fogfehérítő kezelésen, mert nagyon érzékenyé válnak a fogak. Szemöldöknek az igazítása az egy héten belül már ne történjen meg. Esetleg az arcnak a gyantázása is egy héten belül már ne kerüljön sorra. Hidratáló, masszírozós kozmetikai kezelést tervez a mennyasszony. Az is 1 héttel az esküvő előtt történjen meg, vagy nagyon sokan szeretnének állandó épített műszempillát, 3D műszempillát az esküvőre. Itt is érdemes maximum 5 nappal az esküvő előtt ezt már megcsináltatni, hogy nehogy valamilyen allergiás reakció vagy irritáció rontsa el a nagynapi készülődést. Én úgy gondolom, hogy az esküvőn fontos, hogy mindenki megtartsa a magához illő karakterét és stílusát, mert hogyha egy mennyasszony úgy gondolja, hogy na most a nagy napon én egy igazán más és egy csillogó sminkben akarok megjelenni, annak több buktatója van, mert hogyha valaki nem sminkeli magát a hétköznapokban, az kényelmetlenül fogja magát érezni egy óriási műszempillával, vörös rúzzsal, sokkal nagyobb az esélye annak, hogy egész nap amiatt fog feszengeni, hogy helyén van-e még a rúzs, elkente a szemfestékét, hát és az is egy fontos szempont, hogy a vőlegény megismerje őt, amikor betipeg a templomba. Hogy kényelmetlen smink létezik-e? Hát ez egy jó kérdés, mert ez szerintem teljesen személytől függ. Hogyha valaki nincsen hozzászokva ahhoz, hogy sminkelve legyen, és egy teljes arcos full smink legyen rajta, mert például nagyon sokan csak egy szempillaspirált kennek fel a hétköznapokba, annak furcsa lehet, és én ezért is tartom lényegesnek a próbasmink alkalmával ezt a teljes mennyasszonyi sminket eljátszani, föltenni a mennyasszonyra, hogy érezze, hogy milyen viselni azt a sminket. Ezért is javasolt délelőtti órákban például a próbasminket időzíteni, mert akkor egész nap viseli, és érzi azt, hogy ez számára túl sok, vagy
teljesen komfortosan érzi magát, mert akkor valószínűleg már aznap is, ha komfortos, akkor is komfortos lesz az esküvőn, és nem a sminkje miatt fog aggódni. A próbasminket az esküvő előtt 3 hónappal érdemes időzíteni, de legkésőbb 2 héttel az esküvő előtt, viszont ez már tényleg az utolsó előtti pillanat. Klasszikus sminkelési technikák, amik esküvői sminknél is működnek és időtálló klasszikusnak számítanak, a szempilláknak a hangsúlyozása. De mindig a természetesség az elsődleges. Tehát egy műszempillánál is az a fontos, hogy ne tűnjön föl mindenkinek, hogy ott bizony műszempilla van a mennyasszonynak a szemén, hanem csak az tűnjön föl, hogy egy igéző tekintettel varázsoltunk a mennyasszonyunknak. Egyébként a natúrszínek, a természetesség a legfontosabb, és hangsúlyozni a mennyasszonynak az egyéni szépségeit, esetleg az előnytelen vagy számára nem kedvelt tulajdonságokat meg egy kicsit tompítani. Nagyon kedvelem a mennyasszonyi sminkeknél az airbrush technikának az alkalmazását. Ennek a lényege és az előnye abban rejlik, hogy ezzel egy nagyon lehelet vékony alapozást lehet elérni gyorsan, és el tudjuk kerülni a vakolatszerű alapozásnak a kialakulását. Ha nem airbrush technikával sminkelek, erre is alapvetően a legjobban odafigyelek, hogy az alapozás az minél vékonyabb, minél feltűnésmentesebb legyen, de az airbrush technikával ez gyakorlatilag adott. Mert hogy itt arról van szó, hogy egy ilyen nagyon vékony, porlasztott festék réteg kerül föl az arcra, és ezzel lehet a legtermészetesebb hatást elérni. További előnyei, hogy nagyon gyorsan és nagyon higiénikusan lehet vele sminkelni. Kiemelten fontos az, hogy milyen termékeket használunk fel a mennyasszonyi sminkek során, mert az egyszerű drogériákban lakossági felhasználásra elérhető sminktermékek nem tudják garantálni azt a tartóságot, azt az összhatást, amire szükségünk van egy esküvő során. Hogyha sír, hogyha puszi áradattal árasztja előtt a násznép, hogy az szikrázó napsütésben is tökéletes legyen, mind kamerán, mind nappali fényben, mind este. Ezeket igazából csak a professzionális termékek tudják biztosítani. Én azzal a gondolattal szeretem a mennyasszonyokat elengedni a sminkszékből, hogy onnantól kezdve élvezzék a napot, és ne aggódjanak semmin, adják át magukat az esküvő élménynek.